Hamar magához ragadta a kezdeményezést a sárga sapkás BVSC az Eurókupa selejtező első fordulójában. Két nyáron érkezett játékosunk Konarik és Ekler találataival gyorsan elléptünk 2-0-ra. Az első 8 perc végén aztán 4-3-ra vezetett Varga Dániel együttese. A folytatásban is sikerült diktálni a tempót és nem engedtük felzárkózni a terasszát. A második negyed 6. percében Ekler harmadik találatával már 3 volt a két csapat között 7-4-nél. 7-5-nél fordultak a csapatok, majd egy tátrai bombával lett ismét 3 közte. 9-5 után aztán zárkóztak a katalánok a harmadik negyedben, de az utolsó etapra is tovább nyílt az olló a két csapat között, hiszen 13-9-ről várhattuk a záró felvonást. Bár a végén már 5 is volt a hazai előny, végül 16-13-ra nyertünk, így fontos győzelemmel kezdtük az Eurókupa selejtezőt. Nem szoktuk hozzá a játékhoz, amit ők játszanak elsősorban a védekezésben, és az okozott nehézséget. Az, hogy ők elbizonytalanították a passzolóinkat, illetve olyan helyzeteket engedtek nekünk, ami olyan félhelyzet. Ehhez hozzájött az, hogy egy picit kapkodtunk, nagyon szerettünk volna jó értelmevel túl lenni a meccsen és megnyerni ezt a meccset. Ez hozott egy jó nagy zavart az egész mérkőzés folyamán. Nagyon sok gólt lőttünk, ez jellemző ránk, de a védekezésnek is össze kell sokkal jobban állnia, mert nem fogunk mindig 16 gólokat lőni. Torna kezdő, vagy ilyen kvalifikáció kezdő meccs volt így a 3 meccsben. Reméljük, hogy ma játszottunk a leggyengébben, ennél holnap és holnap után is mindenképpen többet kell mutatni a csapatnak. A győzelemnek természetesen örülök, de azért ennek a terasszának egy eléggé érdekes vízilabdája volt. Nem úgy játszottak, mint a többi csapat, ezért is nehéz volt, de a győzelem megvan. Folytatás szombaton 18 órától a tavalyi döntős horvát Rijeka ellen.